Na, streamelem a srácoknak, hogy hogy nem tudok visszalépni a shotből. Jó van, tudjuk, hogy vannak a szuverének, meg hogy mennyire jó arcok. Na, jó van. 60 FPS, bazd meg. Hát ez gáz. 60 FPS-en van. Nincs. De nem, mert előbb fölment 110-re, amikor leszettem izére, körszre. De... Be van. Hát, ez nem jó jel. Mit csináltak azok a srácok ott a pasztázóba? Kártyával. Nem, elvittem a... Hát az iponhoz vittem. Csak nem csinálok már meg ilyet. Fura. Nem tudom, azt nem próbáltam. De most indítottam újra. Azt most telepítettem, pont azért léptem ki. Esetünk van. 32. Hát én azért meg kéne állítani őket valahogy, nem? Mit csináljak vele? Fordult róla. Nem kell spórolni a chainshot-tal. Az azért van, hogy használjuk. Hát de most, ha el akarjátok süllyeszteni, akkor állítsuk meg, ha nem akarunk olyan foglalkozni, akkor meghagyjuk. Akkor meg csapassuk.
be tudod rántani a két szikla közé? Dobhatom az első vitorlán? Srácok, így megyünk a sziklának, vagy mi? Ja. Mermegy jobbra. Akkor az elsőt húzzuk fel. Hát menjünk át itt a két szikla között jobbra. Oké. Okay. Ez az. Király vagy te az. Ment az első le. Mehetnek balra a vitorlán. Ja, le lettek mútolva, mert amikor léptem be, az nyomta az effekteket. Aztán úgy maradt a Discord. Visszaraktam most. Ezért. Csak a shampoo-t nyomtam, az nem copyright-os. Hát igen, csak töltőképernyőn volt, az még béna volt, mint kurva idegesítő. Nehogy ugoljanak egy kegér. Egyik mászik fel ide a toronyba. Elhúzom a torony meg a sziget között. Oké, okay, oké. Okay. Elég, el van tekerve a kornak. Egy a segéd harpunozzátok meg. Basszus. Megvan. Na oké, okay, megvan. Okay. Megjavítson valaki. Jó. Majd mindjárt eljön az is. Jó. Húzom az első itt. Megyek. Vagyok. Javítunk lent. Áthúzom a gyerek? Nem tudom. Ha át tudod akár. Hopp, itt gond lesz. Ez az szép mentés, jobbra már. Miért nem akad meg rajta? Nem tudom. Nehogy engem húzzál föl. Vagy. Én nem adjam meg a középhangot. Dobjam az enkort, vagy csak lassítsak. Dobjad le. Dobjam le? Uh-huh. Jó, először felhúzom. Kolléga gyújtok a kint. Kolléga halt. Tép. Mikor bolond ananászokat már vettem is kifele. Jó
Hajóta ugnál dolog? Én próbálom a hajót irányba tenni. Nem, nem, nem érdekel. Ez a hajó nem megy sehova. Most ne sírjunk már, na. Alig van csényem. Ember jött és beugrott a vízbe. Kis felszaladt és beugrott a vízbe. Megy ránk egyébként. Valahogy valószínűséggel. De várj, basszus, mert mindig süllyed a hajó. Hát azóta lehet rajtunk gondolni. Elsüllyedt. Meghalt az egyik. Szép, meghalt mindkettő. Komolyan nincs most sem event. Már lassan tényleg én is ott vagyunk, hogy adjunk el és váltsunk szervert. Megcsináljuk? Uh-huh. Vagy megnézzük még a legközelebbi outposton, hogy van-e emisszer is hajó. Szerintem menjünk Reaper-re, adjunk el és váltsunk szervert. Uh-huh. Jó. De kell egy harponos robot. Így, hogy már törvényileg bizonyítottuk. Hogy időben megéri. Csak hol nézzük meg? Wanderers-i fúcs. Ott általában szokott. Nem értem, mi ez. Megnézted a tevékenységfigyelőt? Ja, még nem. Hát, ha esetleg valamit megy a háttérből kecskapornul a törtés. OBS. Mi a fasz? Na, valamit bekapcsoltál rajta és annyira eszi? Igen. Na, kell neked ott kattingatni, látod? Nem lehet, hogy egyébként is annyira ette? De nem. Most... Nem tudom. Ja, hát ez az, ha nincs hasonlítási alapod. Nem lehet, hogy nagyobb bitrate. Jobban használja az OBS a videokártyát, mint a Sea of Thieves. Mi van? Na ez baj. Hol lehet, hogy ott állítottál el valami bitrate-es dolgot, vagy nem tudom. Ami jobban igénybe veheti a erőforrásokat. Kanonkó van. Uh-huh. A, nem az én, a stég főjön a másik oldalon. Igen, 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 igen. Bár néha ott a stégnél is szokott lenni, mint azokban az öbölbe. Hát
már érdekes. Valami nagyon zabálja a GPU-t. Hát itt ez most nem értem szórót. Külülje magam a másik oldalra, megnézzem. Megyek. Gyorsabb voltam. Hajót nem vezeti senki. Mondtam, hogy nem fogom meg a kormányt. Igaz. Lófas sincs itt, szóval megyek vissza. De olyan, mint hogyha... Olyan, mint hogyha nem a GPU-t használna a játék, hanem a processzoromat, mert az meg fullon megy, basszus. Nem lehet az szerintem az integrált videókártyát használja, bazd meg szerintem. Akkor tudod, hogy hogy lehet ezt megoldani? Az alap, a BIOS-ba le kell tiltani. Ne, meg lehet oldani egyszerűbben is. Windows-ba is lehet. Nyisd meg, kattints jobb eger gombbal az asztalra. És nyisd meg a NVIDIA vezérlőpultot. Igen. Mondom már is, hogy ott hogyan tovább. Csak én is megnyitom. És már is mondom. 3D beállítások kezelése. Igen. Ott van, hogy program beállítások. Azt hiszem, jó helyen mondom. Válasz ki, ott Sea of Thieves megvan, igen. És... Itt lehet... Ja igen, és itt tudod beállítani azt, hogy miket használjam. Igen. De itt nem tudod beállítani a videokártyát, hogy melyiket használja szerintem. Itt csak ilyen hírsimítás, triprapraf, pofferelés. Ne a globális beállítások, nézd. Nem, programbeállításon be. De az ugyanaz, csak ott programspecifikáltan tudod megcsinálni a globális beállításokat. Igen. Itt nincs ilyen, hogy... ilyen videokártyát használjál. Az alaplapi BIOS-ba kell letiltani a integrált videokártyán. De az képest egész jó baszatja az integrált videokártyán, hogy így is 70 FPS-et kihoz izé Legendary-ba. Na mindegy. Akkor van egy kis remény, de nagyon fura. Miért állítod ott volna át? Ott kiveszem a videokártyát, meg vissza. De hogyha ott vagy a beállításokon, igen. Rámész bármelyikre, hogy szuda GPU-k, meg ilyesmi, ott ki tudod választani, hogy melyik GPU-t használja. Ezt te hol van ez? Hát, hogyha kiválasztod 3D beállítások igen. kezelése, igen. átmész, hogy programbeállítások, igen. kiválasztod a Sea of Thieves-et, gépő, igen. És ott fentről, lefele, vagy bármilyen De az a fura, hogy Nvidia RTX van kiválasztva. Nvidia RTX, az összes uh-huh. beállítás? Nem? Uh-huh. Hát a Cudáknál, Cudánál. De csak egyet mondtam most a listáról, mert nekem az volt a legtetején akkor. Az szanyas, hogy nekem ebből a listában nem is van. De ezt át fogom majd nézni. Mert a processzorom így viszont totál 100%-on megy majdnem. A GPU meg ilyen 30%-on megy. Aha. Úgyhogy valami nem kerek nagyon. Hív, ezek közben mi meg elmegyünk a halálfaszára. Majd visszatértem. Mit? Mert nekem is voltak ilyesmi problémáim. Itt a globális beállítások használata, automatikus kiválasztás. Nem, ott. Vagy ez hol a programbeállításokon belül? Programbeállításokon belül, nem tudom. Nem tudom, hogy figyeltem. Igen, mi van ott? Ott vannak a pontok, a bizonyos beállítások, és ott, ha rákattintasz, akkor kiírja, hogy melyik videókártyát szeretnéd használni hozzá. Mint a globális beállításoknál használ.
Valamelyiknél ezt lehet, valamelyik azt lehet, hogy a globális beállításoknak kell kopiálni. De Nvidia van kiválasztva. Nagy teljesítményű Nvidia processzor. Aha. Nem tudom, nekem nincsen izém ott. Nincs a gépembe integrált videókártya. Az baj nekem van. Monitor Technology rögzített frissítés. Előttünk van egyébként egy emisszariszkó. Ja, készünk. Aha, rendben, rögzített, az jó. Csodálatos. Bazzeng. Ja, 87%-a megy a processzor. Hát akkor, ha nem itt, akkor próbál tényleg a BIOS-on keresztül. Hát most az teljesen megint újra kéne indítanom a gépet. Akkor meg így játszol. A streamet. Szegény srácok már. Ha valamit valamiért, miért ez nekik élvezetes, hogy csak nézed a beállításokat valójában? Szóval... Persze. Élvezitek, nem? Kurva jó. Jaja, vissza is esett három nézőre. Igen, hát ez nem érdekes annyira. Mi a fasz? Igen. Már nem. Iha, van egy ötös Reaper. Iha. És szerintem átdobta őket ide, mert ott vannak a Crownest Fortressen. Tehát, hogyha valaki Reaper, aki fortozott, nem feltétlenül jelenti azt, hogy jók. Le kéne őket várni Reaperen? És a hajót meg eldudjuk valami szikla mögé? Megcsináljuk? Vagy hajócsata? Nem hiszek ebbe, ha elbújunk. Főleg egy ötös Reapernél. Hajócsata. De mi az előzménye? Nem figyeltem. Tehát ez átjött izén portálon? Nem. Valószínűleg átmosta ide hozzá. Volt szerver merch? Nem. Hát neki igen. Neki nem. De azt nekünk nem írja ki olyankor? Neki nem. Nem. Hát az nem biztos, hogy jót jelent. Az bármit jelenthet akkor. Hát, bármi. Én lehet, hogy eladnék, és aztán az le kell menni rá. Tessék? Azt fel kell húznunk az ötös fleget, és ötös fleggel rámenni, az meg. Hát nem kell, leszavazzuk az ötös fleget. És akkor kezdjük utána az egészet előről. Vagy, nulla vagy bepakolunk a csónakba, és elrakjuk valami kis szigetnél, oda megyünk. Ez még egy játszható út. Például ezen a szigeten. Mindent bepakolunk itt a kis csónakba, itt hagyjuk. Behúzzuk a kis öbölbe, és ha még el is süllyed, akkor ott marad a cucc. Mit szóltok hozzá? Hát... Nem tudom, hogy nem szívesen hagynám ott a cuccokat. Főleg, hogy ott van jobbra tőlünk egy sloop, emisszal is, lehet arra kéne rámenni először. Jó, nézzük meg a sloopot. Valami történt most. Csak akkor újraindítod a gépet, Joe? Most nem tudom, most 90... Most 90 FPS-en van, nem tudom, hogy... 80-90...
Mystical-on. Menj csak előre a hajó elejébe. Csak úgy kíváncsiságképpen. Hogy számít-e az, hogy mennyi cucc van mellette? Romlott? Nem. Nem? Nem. Elvettem ezt azt közben. 90-nel már lehet játszani, aztán meglátjuk mennyire, hogy ugrálgat azért. Az ötös Reaper megy ki egy Reaper ládáért. Uh-huh. Nem gyanítom, hogy akkor ők valami nagy profi akárkik. Uh-huh. Jó. Lehet megcsináltak egy eventet. Vagy valakitől belopták. Í, bazdeg, itt egy szikla? Elénkugrott egy szikla. Igen. Na baszta meg. Pont úgy volt a hullám, hogy nem láttam. Szerintem most de maradhatunk is itt, szerintem ránk jönnek, látják milyen bénák vagyunk. Igen. Mehet fel a vitorlén, meg javítok, vagy legalábbis forduljunk balra. Jó. Halálfejés zászló. Az jó, az menő. Hopp. Fehér fény. Ez azt jelenti, feljük, hogy... Feljük a piros eszet. Nem. Vagy nem de. Tudom. Te. Így lekommunikáljuk, hogy izé leszünk barik, nem? Sőt, én meg le is majmozom őket. Szerintem egy menő halálfejes izét lőjünk inkább fel. Van olyanunk? Nézd, ilyen van. Majmos? Nincsen elrettentő kitünk. Viszont nem érzem jónak, hogy sokáig fenn van az a 5-ös Reaper a szerveren. 95%. Mert bármikor rájöhet olyan, akinek nem kéne. Joe, felhúzod lassan a vitorlát? Vagy még mindig beállítatsz? De most nem... Ja. Semmi nem szóltam. Jó, fenn landoltam a szigeten. Ja, hogy ők ott most megálltak? Igen. Ez miért jó nekik? Nem tudom. Oda megyek. Most elém... Ja, nem. Oké. Hopp, meghalt. Hallod? Ja, meghaltam. De mit keres neki csontik? Szerintem ez volt az aktív kort, nem? Nem, hát itt jöttünk el mellette. Hát meg akkor meghalnak, amúgy is eltűnnek. De mit keres neki kajak egy csontik? Egy aktív kort a másik szerveren. Nem, hát az a Krones volt köszönt. Nem innen jött az ötös Reaper. Küldte magát a hajóra, nem tudom, hogy hol vagy. Ezt te engedted az? Nem. Köszönöm. Halt az Orionbe? Köszönöm. Fordítom. Jövök vissza. Mindjárt éledek. Nem, ezek süllyedtek. Halt a másik is. Na, egyes merchant.
Akkor azt csináljuk már meg, hogy fölviszünk a hajóra X darab fleget, eleget, barelt, és legalább vigyük ki a répel. Vagy hajó csatázunk, tényleg? Nem. Egy rossz lövés is. Hát jó, de nem úgy csatázni, hanem előtte kirakni oda. Bár akkor meg úgy nem kéne csatázni, hogy valaki meg ott van kint. Ja, kilőjük őket a picsába. Ja. Ha képesek elmenni egy Reaper ládáért, akkor érted? Jó, szerintem Reaperre jönnek. Megvárjuk őket valahol? Vagy menjünk feléjük? Szerintem fél úton menjünk be Reaperhez, és akkor ott talizzunk, és akkor nem kell olyan messze menni majd. Vagy maradjunk ott Reaper közelébe, és majd jönnek ők. De hogyha tényleg olyan csücskogyászok, és látják azt, hogy Reaperon van egy izé, akkor biztos... Lehet megérnek. Biztos, hogy meg fognak érni. Lehet. Jó, akkor mindjárt jövök. És iszom egy pohár vizet. Mindjárt jövök. Meg nem fogom meg a kormányt. Na itt vagyok közben. Oh, hello. Srad, itt vesz legalább? Nem. El kell mennem egy kicsit. Akkor elfordítsam a Reaperre? Zoli sincs itt. Akkor megküzdök egyedül a Megalodonnál, de...
srácok, van itt valaki? Mert ha kiesek a hajóból, akkor szopóka van. Ja, lehet, igen. TPOD. Simán benne van. Arra. Az Lici, nézd át a hajót, hogy minden deszkázva van rendesen. Na, várj, még itt ezeket a szarokat előre rakom. FP-s fasz. Nem lesz ez így jó. Itt vagyok. És nem tudom, mi történt, most megint izé 46 FPS. A processzor az megy, mint az állat. Megközelítenek? Most srácok, lehet, hogy már ennyi lesz a stream, mert ugye az integrált kártya, vagy nem tudom mi, nem bírja ezt a két dolgot egyszerre. Megpróbálom holnapig rendbe hozni ezt a dolgot. Nagyon remélem, hogy nem a videókártya pasztázásnál csesztek el valamit a srácok, mert akkor sírni fogok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Úgyhogy holnap majd lehet, hogy már jobban fog ez menni. És muszáj leállítanom sajnos a streamet, mert ez így sok a processzornak. 100%-on megy. Pontosan. Úgyhogy köszi szépen még egyszer. Sziasztok. Hello.